Sziasztok! Szeretnék ma több mindenről is beszélni, mivel elég gyakran megtaláltok most már különböző kérdésekkel, ami végül is nem baj, de viszont vannak olyan kérdések is, amikre nem, hogy nincs mit beszéljek róla, de nem tartozik rátok. Ezt igazán megérthetnétek. Nem mondhatok el mindent magamról, hiába érdeklődtök, mert vannak olyan dolgok, amik nem tartoznak másra. Egyszerű. És továbbá egyre többen megtaláltuk, akik úgymond ilyen kéregetők, amit én megint csak nem értek, hogy milyen alapon jöztök kéregetni, de lehet, hogy velem van a baj, mert én nem megyek senkihez kéregetni, akkor jó lenne, ha ti se jönnétek én hozzám kéregetni. Éppen tegnap előfordult, hogy rám írt Steamen egy gyerek, hogy milyen giftjeim vannak Left 4 D2-ből. Hát mondom, mit tudom én, van 2 eddig, amit így kaptam, mert nem sokat játszottam, és akkor, hogy adjam énnek, küldjem el neki, meg így, meg úgy. Hát mondom, öcsém, nem küldök el semmit, mert ugyanúgy te is megszerezheted, ha játszol, szóval nem értem, hogy miért kell neki ilyesmi. De... na, mindegy. Tehát végül is ilyeneket tőlem ne kérjetek, mert ha én valamit akarok adni, vagy felajánlani, azt megteszem. Nem kell kérni, mert hiába kéritek. Mert ha én egyszer nem akarok valamit adni, azt nem adom. Ilyen egyszerű. Ne gyertek ilyen kérdésekkel. Vagy hogy vegyem meg neked ezt a játékot. Hát ilyet, ember... ilyen milyen? Mi ez? Én megyek oda tőled kérni, hogy ó, vegyél már nekem ilyen játékot, olyan játékot. Ne vicceljünk már, emberek. Ez ilyet ne kérjetek tőlem. Vegyek én nektek ilyen játékot, olyan játékot. Nekem se sok játékom van megvéve. Úgyhogy ami... ha lenne is pénzem ilyesmire, akkor inkább magamnak vennék, ami szerintem természetes dolog. Na, szóval erről ennyit. Hiába kértek, nem küldök semmit. Az egy másik dolog, hogyha segítséget kértek. Abban viszont, ha tudok, akkor nagyon szívesen segítek. Akármilyen kérésetek van, írjatok nyugodtan. YouTube-on miért tudok annál, tehát minél gyorsabban tudok reagálni rá, megkapjátok a választ, és megpróbálok mindenkinek, ha normális kérdést teszel fel, akkor normálisan is fogok válaszolni. Ez ilyen egyszerű. Akik viszont ilyen trollok, meg mit tudom én, azokat egyszerűen figyelmen kívül hagyom, mert engem nem izgatnak a trollok, nem érdekel a hiába anyáztok, vagy akármi, irigykedtek, mert aki végül is így viselkedik, az általában csak irigykedik. Na. Megy a konvertálás, igen. Szóval igen, erről ezt akartam, hogy hiába is beszéltek nekem dolgokról, vagy jöztök irigykedni, vagy kommenteltek, hogy jaj, szar vagyok, meg ilyen, meg olyan, hogy írtok üzenetet, mert ilyen is volt. Nem érdekel, hidegen hagy. Mi a szar ez már? Szóval hiába is erőltetitek magatokat, mert felesleges. A következő, hogy dislike-ok. Ez egy nagyon vicces dolog, mivel egyre többen jöztök úgy, hogy felteszek egy videót, rá 5-10 percre már van 2-3-4-5 dislike. És én így gondolkodok, hogy mi van, mert a maga videó 30 perces, és nem értem, hogy hogy jött ez ilyen hirtelen egy dislike. Mert egyszerűen ennyi idő alatt nem tudjátok végignézni, hogy tudjátok véleményt nyilvánítani a videóról. Az első 5 percből pedig, hát nem hiszem, hogy el tudjátok mondani az egész 30 perc alatt, hogy szar. Mert attól még, hogy mondjuk lehet az első 5 perc, mondjuk tegyük fel, hogy nem jó, szar, nem tetszik. Tovább lehet, hogy jó, és lehet, hogy megtetszene, ha végignéznéd. Nem eszeveszettől jöztök és dislike-oltok. Bár ez szerintem inkább az irigység, mert konkrétan ez a Crysis 2 végjátszásának az első részénél volt. Feltettem 4 dislike azonnal. Kicsivel később 6 like. milyen érdekes. Miután több ember megnézte, plusz jöttek kommentek is, hogy feliratkoztam, ne törődjek ezekkel a dislike-olókkal, stb. Szóval vannak még rendes emberek is. Úgyhogy ezeknek üzenem ezeknek a dislike-olgató embereknek, hogy menjetek ki a hóra. Vagy hogyha dislike-oltok, akkor legalább írjátok kommentet is, hogy mi nem tetszett abba a kurva videóba. Nem csak, hogy fogom, dislike-olom és csá, anélkül, hogy megnézném. Vagy ha nem bírod a pofámat, vagy nem tetszik, hogy teszek fel videókat, vagy csak irigy vagy, mert esetleg nekem megy, neked meg nem, vagy én itt felteszek, te pedig nem, akkor egyszerűen ne nézd a videómat, ne nézd a csatornám, ilyen egyszerű. Nem muszáj az én videóimat megnézni, hogyha egyszer nem vagy rá kíváncsi. Ilyen egyszerű. Úgyhogy ezt üzenem mindenkinek, aki ilyen dislike huszár vagy anyázni akar csak. Szerencsére még egyelőre nem sok ilyen van, de azért mostanában egyre inkább megtalálnak. Na, szóval erről ennyit. A másik dolog, hogy írtok, hogy akarok veled játszani, akarok veled ezt csinálni, azt csinálni, azt csinálni. Nyugodtan vegyetek fel Steamen, ott van YouTube-on ki van rakva a Steamem, az Originnél a Battlelog is ki van téve. Vegyetek fel barátnak, mert másképp nem tudjuk megoldani. Ott van a Steamem, STB videó, beírjátok a keresőbe, kidob. Ott vagyok, jelöljetek barátnak, én ahogy gép elé kerülök és van rá lehetőségem, mindenkit visszaigazolok egy ideig. Ez se lesz mindig így, de egy ideig fog. És játszhatunk Left 4 Dead-et, Counter-Strike-okat, mit tudom én milyen multiplayer játékok vannak még, ami megvan nekem is. Igen. Esetleg ha Battlefield-et akartok játszani, akkor viszont Originen felvettek, ugyanúgy STB videó néven fenn vagyok, itt is megtaláltuk, itt is visszaigazolok mindenkit. Nem vagyok olyan most, hogy pak, nem, mert nekem is jó, hogyha van egy kis időm, és felmennék játszani, egy Left 4 Dead-et vagy valami, és akkor nem magamba kellene játszanom, hanem ismerősökkel. Sokkal élvezetesebb lenne, esetleg videót is lehetne csinálni közös mikrofonos beszélgetéssel, elhülyéskednénk, mit tudom én. Szóval én erre nyitott vagyok. Nyugodtan. De anélkül, hogy felvennétek, nem tudjuk megoldani. Szóval ott van, iratkozzatok fel, és kész. Vannak akik azt mondják, hogy küldenék neked üzenetet, csak nem tudom, hogy hogy kell. Mert volt ilyen, hogy hallottam máskotól, mert üzentek én oldalon, hogy akartak nekem írni, de nem tudtak, mert YouTube-on nem tudják. Hát tény, hogy YouTube-on kicsit így úgymond el van rejtve. Hát itt lesz egy ilyen kis kis nyíl, rákattintasz, és ott lehet üzenetet küldeni. De ezzel ellen is van jó megoldás, belájkolsz. Facebookon belájkolod az oldalam, és küldesz üzenetet. Nem tudom, mit szarakodik ez is itt. Szóval ez is egyszerűen megoldható. Vagy esetleg felveszel Twitterre, ugyanott STB videó, Facebookon is STB videó, ha beírod a keresőbe, megtalálsz. Twitteren is, itt is írhatsz üzenetet, írhatsz a falamra, akármit csinálhatsz, én reagálok rá. Twitterre, Facebookra szinte a nap bármely pontjába vissza tudok írni, reagálok szinte azonnal, mivel munkába is neten vagyok, és ezekre kapom az értesítést telefonon is. És ezekre reagálok szinte azonnal. A YouTube-os kérdésekre viszont nem reagálok azonnal, mert erre nem tudok feljönni mindig. De Twitter, Facebook, ez napszinte bármi pontján, kivéve éjszaka, amikor alszok 2-3 órát, 4-et, akkor nem. De máskor azonnal megy vissza a válasz szinte. Igen. Ezt akartam mondani. Egy pillanat. Úgyhogy vegyetek fel nyugodtan, lájkoljatok, kövessetek Twitteren. Ez fontos, hogyha akartok velem kommunikálni. Facebookra írok, szoktam kitenni kérdéseket, miről akartok játékokat, mi a kedvenc játékod, milyen hardvereket kértek, vagy mit gondoltok, véleményeket, mit tudom én. Oda lenne még több szöveg, hogyha lenne egyszerűen ki foglalkozom vele. Úgyhogy lájkoljátok, kövessetek ott is. A következő dolog, amiről akarok még beszélni, partnerség. Milyen meglepő. Mivel sokan megtaláltok, hogy partnerek akartok lenni. Meg hogy csináltam a bannert oda fel, azt egy barátom csinálta, pontosabban Krismen HD. A csatornámon megtaláljátok a címét, ő készítette nekem ezt a bannert, amit ezúton is köszönök neki. Írjatok neki, valószínűleg nektek is fog csinálni. Viszont azt, hogy oda tegyétek fel, ahhoz partnerség kell, anélkül tudomásom szerint nem lehet. És itt a következő kérdésetek, hogy hogyan lehetek partner? Hát partnerek lehettek viszonylag egyszerűen a kisebb cégeknél, mint például a Social Blade-nél, ahol én is vagyok egyelőre. Oda én már nem tudom, de valami 50 feliratkozóval jelentkeztem, és már elfogadtak. Igaz, hogy volt havi több mint 10-15 ezer videó megtekintésem már akkoriban, és így engem felvettek. Szóval, ha ti is így vagytok valahogy, hogy több mint 10 ezer megtekintés havonta, plusz van minimum 50 feliratkozód, akkor jelentkezzetek. Nyugodtan szerintem felvesznek, de azt előre le kell szögeznem, hogy ebből ti pénzt nem nagyon fogtok csinálni. Sőt, szinte egyáltalán nem. Mert sokan tévhitbe vagytok, hogy most jó új partner leszek, és már jövő hónapban mennyit pénzt fogok keresni. Nem. Következő hónapban kb. Egy energiát alárát se keresed meg. Sőt, én azt mondom, hogy még 3 hónap múlva se. Még ha van 40 ezer megtekintésed, mint mostanában nekem havonta, akkor se keresel még annyit se, hogy mit mondjak nektek, hogy a bérletet kifizessetek. Mert nem, sőt, még annyit sem, messze áll tőle az az összeg, amennyit kereshettek ezzel. Itt ezzel akkor tudtok keresni, ha nem Magyarországnak csináltok a videóitokat, hanem mondjuk az Amerikára összpontosítotok, a angol mikrofonos videókat csináltok, vagy valami olyat, ami nagyon megfogja az embereket, de nem magyaroknak magyarul. Mert ezzel kb. Lófasz se kaptok. Csak hogy legyek ilyen rendes veletek, megmondom nektek, hogy 1000 magyarországi megtekintésért kaptok 0,02 centet, ha jól emlékszek. Úgyhogy számoljátok össze, hogy az mennyi. És hogy mennyire megéri ez az egész. Mert erről nem nagyon szeret senki beszélni, mert mindenki úgy van vele, hogy végül semkinek semmi köze hozzá. De tényleg, akik azt hiszik, hogy ezzel mi szarrá keresjük magunkat, nem, téved is. Azok keresnek vele inkább, akiknek már van ott mondjuk havonta olyan 1 millió nézettségük, és a nézettség nagy része nem Európából jön. Na, azok már azt mondom, hogy keresnek annyit, amennyiből mondjuk úgy elvannak egy hónapig, még ha máshol nem is nagyon dolgoznak, de szerintem 1 millió nézettséggel se keresel annyit, hogy most abból te megélj. Úgyhogy aki azt hiszi, hogy és az az 1 millió nézettség, tegyük hozzá, hogy nem 1-2-3 hónap alatt jön össze, hogy elérd azt a szintet, hogy havonta kapjál, legyen 1000 nézettséged. Nem, azt az 1000 nézettség, 1 millió nézettség. Hogy neked 1 millió nézettséged legyen, valami nagyon extrát kell csinálni, ami nagyon megtetszik az embereknek, vagy vársz, és megvárod, míg gyűlnek az emberek, nézik a videóid, és eljutsz arra a szintre, hogy legyen havi 1 millió nézettséged. Ami szerintem több, mint egy év munkája, de inkább azt mondom, hogy 2. Tehát 2 év után eljutsz arra a szintre, hogy lesz havi 1 millió nézettséged. Ha így gameplay-ekkel foglalkozol. Úgyhogy nehogy azt higgyétek, hogy így most partner leszek, 1-2 hónap múlva pedig már 100 ezereket fogok keresni vele. Mert sokan ebben a hitben vannak, most elkezdik és csinálják, mert hogy mennyit fogok én ezzel keresni, utána jön, esetleg partner lesz, és akkor első hónap fizet, és látja, hogy kapott ottan $0,5, és akkor azt mondja, ez meg mi a fasz. és akkor ő ezzel dolgozott nem tudom hány órát naponta, vagy hetente. Mert tegyük hozzá ahhoz, hogy partner legyél és hogy keressél valamit, ahhoz naponta kell tegyél fel videókat, vagy hetente legalább, vagy olyan különleges videót kell feltegyél, ami vonzza az embereket. Amivel tegyük hozzá, hogy munka van. Mert egy egyszerű, egy 20-30 perces videó konvertálása, megvan fél óra, egy óra, attól függ milyen gépe van az embernek, ha kicsit régebbi, gyengébb, akkor több órás lehet az a konvertálás, ahhoz, hogy minőségi cuccot tegyél fel, mert hogyha fos minőségbe csinálod, akkor megvan hamarabb is, de annyit is ér az egész videó, meg azt nem fogja senki nézni, hogyha rossz minőségű. Utána még jön a feltöltés is, ami megint netfüggő, akinek jó internete van, aznak viszonylag gyorsan megy, akinek nem, annak kurva lassan megy. És az is akár több óra lehet, mire egy olyan 4-5 gigás videót feltöltöl konvertálás után, úgyhogy az is hosszú órák, ha rossz nete van az embernek. Úgyhogy egyáltalán ne gondoljátok azt, hogy ez olyan egyszerű, meg olyan gyors, meg olyan jó, meg mit tudom én mi. Mert ez csak hosszú távon lehet olyan, hogy amit megéri. Azt 1-2 év után. Tehát most aki azt gondolja, most elkezdem, és akkor hú, mennyit fogok vele keresni, tévedésbe van. Na. Szóval a partnerségről ezt akartam elmondani. Na. Ezt ekkor kibeszéltük. Partnerség, nem kell azt hinni, hogy én nem akarok lebeszélni senkit róla. Nyugodtan kezdjétek el, csináljátok, de azt tudnotok kell, hogy napi hosszú órákat kell ezzel foglalkozzatok ahhoz, hogy legyen is belőle valami, és minőségi munka legyen. Mert tegyük azt, hogy felteszed a játékot, elkezded játszani, az mondjuk, hogyha csinálsz egy fél órás videót, az már legalább 40 perc, 10 perc telepíti a játékot, fél órát játszol, utána egy órát minimum konvertál. Jó, mondjuk nekem valamivel gyorsabb most, de általában számoljunk egy órát. Feltöltöd a videót, hogyha van egy 10 megabites neted, akkor fel van mondjuk fél óra alatt, vagy esetleg hamarabb, de ez ritka. És akkor ez hány óra is már összesen? És csak egy videót tettél fel. De ha még teszel intrót, meg csinálsz intrót, meg mit tudom én, az még több idő. És ja igen, ez a másik. Miért nincs intróm, meg outróm, meg ilyen dolgok a videóknál? Nincs időm vele foglalkozni, de ha mondjuk el lenne készítve már egy introm, akkor már nem volna olyan nagy cucc betegyem. Csak egyszerűen arra nincs idő, mert mikor van időm, inkább csinálom a videókat, és azt esetleg egy hétvégén majd, mikor úgyse tudok ennél a gépnél lenni, akkor fogom megcsinálni. Terve van véve, de most vizsgaidőszak és minden, úgyhogy kicsit el vagyok havazva. Miről akartam még beszélni? Hát azt hiszem, hogy ennyi lesz volna az egész. A kérdésetek van partnerséggel kapcsolatban, vagy valami, nyugodtan írhattok. Most már tudjátok az elérhetőségeimet. Szóval ez. És még igen, hogyha akartok közös videókat, játékokat, mit tudom én, azzal is írjatok, csinálhatunk. Ilyen beszélgetés videót is, ilyen, hogy én magamban monoton beszélgetést nem nagyon fogok lerendezni ezután, mert nincs miről beszélnem egyelőre, majd ha lesz, akkor arról tudtok, majd ti is. Viszont a játékokban, közös játékokra én is vevő vagyok, hétvégén, vagy hétköznap főleg, beszélgetések, mit tudom én, jöhet. Na. Azt hiszem, mindent elmondtam, amit akartam, ha nem, akkor még majd egyszer jelentkezek. Mikor még eszembe jut több dolog, amiről beszélni akarok, akkor még jelentkezek. Köszönöm szépen a figyelmet, nézzétek a videóim, ha tetszenek, lájkoljátok, ha nem tetszik, diszlájkoljatok, csak írjatok kommentet is, hogy tudjam, hogy mi nem tetszett. Lájkoljatok Facebookon, és ott is írhatok nyugodtan, Twitterre is felvehettek, Steamre, stb. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, További szép napot kívánok, sziasztok!